Itt Kovács Ferenc képviselő úr megérkezésével határozatképesek vagyunk, köszönjük neki külön is. A közmeghallgatást megkezdjük. A 13-an jelentkeztek közmeghallgatásra. Én azt kérem, hogy egy 3 percre próbálja meg mindenki, hogy beleférjen. Amire tudunk a kollégáimmal együtt, akkor helyben azonnal válaszolunk, ha nem tudunk, akkor a jogszabályoknak megfelelően 15 napon belül meg fogjuk adni a választ. A sorrend, abban a sorrendben fog történni, ahogy jelentkeztek, tehát én sorban felolvasom a jelentkezőket. Megkérem a kollégáimat, hogy aki föláll, annak adják a kezébe a mikrofont, hogy tudja elmondani a közmeghallgatáson a panaszát. Szeretném még azt elmondani, minden közmeghallgatáson, akár a polgármester asszony, akár én el szoktuk mondani, hogy helyi közügyekkel van lehetőség közmeghallgatáson elmondani, tehát kérem, hogy ez mindenki igyekezzen tartani magát. Tehát a magánjellegű problémákkal a tisztségviselőket lehet a fogadóóráikon megkeresni. A közmeghallgatás az a közügyekre vonatkozik, és természetesen a helyi közügyekre, hiszen ezzel kapcsolatosan van hatásköre a önkormányzat tisztségviselőinek, illetve a testületnek, polgármesteri hivatalnak. És akkor kezdjük el. Horváth Gábor, Nyírőköz, 1 perc C, az első jelentkező. Öné a szó, hallgatjuk. A 41-89-4-2018-as iktatási ügyben Fehér Anett engem bízott meg azzal, hogy beszéljek helyette. A meghatalmazást át szeretném adni. A következőkről lenne szó. 2011-ben a lakót helyén a fák előregettek, és ezeket a fákat kérte a közös képviselő szíveskedjenek kivágni. Ez nem történt meg egészen addig, ameddig 2016-ban a Városgazdálkodási Kft. Vagy a jogutódjai papíron leírták neki, hogy kivágják a fát. Elértünk 2017. június 21-éhez, ahol Kecskemét és vidékén 9-es erességű orkán erejű szél jégesővel, fellőszakadással kidöntött az egyik fát, és ügyfelemnek ráborult a KSP 712-es folyórendszámú gépjárművével. Annak a hátsó lámpái, valamint a hátsó ajtó megrongálódott, és gyakorlatilag be lett adva a kártérítés a polgármesterséghez, a Kassa Gábor úrékhoz. Onnan, mivel a felelősség biztosítása az Allianz Hungária biztosítónál van, ők továbbították az anyagot. 2 hónap után az ügyfél és az édesapja kérte, hogy szíveskedjen az Allianznak a kárszekértője kijönni, hogy szemlézzék meg az autót. A hölgynek egy 2,5 éves kisfia van, aki bölcsödébe kell naponta vinni a gyermeket oda-vissza, és a napi szükséges megélhetéshez, ezt gondolom, hogy szatyrokkal elképzelhetetlen autó mozgása nélkül. A biztosító 2 hónap után megszemlézte, majd hivatkozott Viszmájorra, ami a jogalap ugye megáll, mert előre nem látható körülmény van. Én 28 éve biztosítási szakmában dolgozom, és utána pedig nagykegyesen 50%-os önrészesedést állapított meg, ami egy kicsit morbid, abszurd. És a levelezést a tegnap előtti nap kaptam meg az ügyfél, és most azért szólalnék fel, hogy szíveskedjen a VG Kft. Vagy a jogutódja, azok az emberek, akik ezért felelősek, hogy kiírták a munkalapot, de nem végezték el, és nem kaptak semmi dádát, vállalják a felelősséget, hogy a különbözetet fizessék ki, vagy pedig az Allianz biztosító. Ennyit szerettem volna mondani. A másik dolog pedig, ez is közügy, Kecskemét sportjai díja kapcsolatban szeretnék szót kérni. Kassa György sportbarátom, mondtam volna már tavaly, vagy az idén, de sajnos ő 2 hónapja a Mennyországba távozott. Én tudom, hogy ez az elismerés, ez egy pergamen, de nem tudok-e a dolog mellett elmenni. Nem fényezni szeretném a sportmunkámat, de a tavalyi és az idei kitüntetett is sokkal kevesebbet tett a sportba, mint én. Én ismerem mind a két embernek a sportmunkáságát. Gyakorlatilag, ha a tavalyit veszem, akkor a tavalyi kitüntetett 27 év egy megyei úszó szövetséget vezet. Én a sporthivatalnál dolgoztam, tehát pont a felületem tartozott. 5-6 úszó szakosztálynak az éves közgyűlését, vagy a elnökségülést levezeti. A Bóbis Gyula olimpiai barátok körébe, amiben én is tag vagyok, 8 éve létrehozták, kiadatott 1-2 könyvet.
és a fedett úszodába van valamilyen köze. Az aranyüst úszóverseny létrehozásába elismerésre méltó, de ő ezt mind munkaidőn kívül tette. Az idei kitüntetett volt válogatott atléta, kb. 20 magyar érme van, 30 éve edzősködik, vannak nemzetközi országos atlétái, testnő, tanár, versenybíró, tehát mind a kettőjüknek elismerem a tevékenységüket. De a következőt meg kellene nézni, hogy az önkormányzat kiírja ezt a pályázatot, én az 5 modulból 4-be, világ vagy országos szinten tettem a dolgomat, és a sportmunkacsoport egy-két embere beviszi a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elé ezt az anyagot, és úgy gondolom, hogy egy név kerül oda be, a többinek a munkásságáról nem tudnak semmit. Akkor meg szeretném kérdezni, hogy a sportmunkacsoport minek van. Tehát megalázva, lebecsülve, ledagradálva érzem az én munkámat, és azt tudja megítélni ezt a munkát, aki testnő tanári, edzői, sportszervezői, versenybírói végzettséggel rendelkezik. Senkit nem szerették megbántani a bizottságba, de úgy gondolom, hogy ezt a munkát csak azt tudja eldönteni, akinek ilyen végzettsége van, és szerintem ez kevés. Nekem ez évben 6 referenciám, laudációm volt, volt helyből is, meg az országból, hogy át szeretném adni a polgármester úrnak az anyagot, hogy ismerje meg, hogy én mit tettem. Nagy vonalakban elmondanám, hogy több mint 3000 rendezvényt csináltam 25 éven keresztül főállásba, 60 világ és Európa bajnok éremmel rendelkezem, nem egy, 60, 207 magyar bajnok éremmel, ez sem egy, ez rengeteg felkészülést, anyagiakat érint. Ausztráliában meg Dél-Amerikában nem voltam, nagyon sok európai országnak a bajnoka vagyok, 3 éven keresztül edzősködtem, volt 19 atlétám, az mind a 19 országos dobogón állt. Nagyobb versenyeim, 1978-ban fogadhajtó világbajnokságon szervező helyettes voltam, 82-ben az IJASZ mediterrán Európa játékokon szintén szervező helyettes voltam, 82-ben az országos sportnapokon főrendező voltam, újításokat is adtam be az országos sporthivatalhoz, ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb futómozgalom gyerekek részére, a lakótelepi tömegsport egyesületek, szervezeteket létrehoztam, ami utána Hírös mellett volt kint az Akadémia Körút 2-be, Óvi Olimpia, és nagyon sok olyan rendezvény, amiben tettem a dolgomat. Dolgoztam a megyei tanács sporthivatalánál, MSZ megyei vezetőségénél. Én alakítottam meg Kecskeméten 86-ban a csúszókolónk sportot. Kecskeméten a szenior atlétikai szakosztályt én alapítottam meg, jelenleg 16 fő van, aki naponta versenyez és edz, harmadik legnagyobb az országban. A Híres Tömegsport Egyesületnek voltam az ügyvezető elnöke, 750 sportegyesületi tagom volt akkor, akkor a legnagyobb volt. Ez egy lakótelep egyesület volt. Rengeteg sportszerünk volt, gyerekeket ott fogadtuk, testnős órákat ott tartották, napközi csoportokat. Tehát haladnék tovább, atlétika szakfelügyelő voltam, tömegsportfelügyelő a megyei sporthivatalnál, megyei MS szövetségnél főadó voltam, megyei lövész szövetségnek a főtitkára voltam. Én úgy gondolom, hogy ha megnézik a 50 év alatt tett dolgomat, akkor sokkal többet tettem, mint az előző két kitüntetett, és a rózsaszín szemüveget le kellene venni azoknak az embereknek, akik a munkát vagy a sportmunkát úgy ítélik meg, hogy elmennek olyan dolgok mellett, amit nem tudnak átélni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm. Az első önáltal felvetett kérdés nem közügy, én ki fogom vizsgálni, hogy ott mi történt, tehát a kártérítéssel kapcsolatosan. Ezek tipikusan olyan jellegű kérdések, ahol fogadóórára érdemes bejönni annak a személynek, akit valamilyen sérelemért, mert ez nem tartozik a város nagy nyilvánosságára. A másodikkal kapcsolatosan azt megint úgy gondolom, hogy nem közügy. A javaslatot megkaptam, ha jól értelmezem, ezt javaslatként fogjuk majd kezelni a következő sportdíj odaítélésekor. A következő jelentkező Hoxha Ildikó. Köszönöm szépen.
Jó napot kívánok, Hoxha Ildikó vagyok, egy kecskeméti társasháznak a lakója a Vacsi közről, és azért kértem szót, mert a közös képviselőnk a társasház padlás terébe digi átjátszó állomást szeretne telepíteni, különböző jogsértések és törvénysértések útján, mi legalábbis így gondoljuk. Az első alkalommal, amikor találkoztunk a problémával, az február 19-én volt, és én részletesen leírtam az esetet, ami azóta történt, és el is küldtem jegyzőasszonynak. A jegyzőasszony több mint 30 nap múlva válaszolt, hogy elutasítja a kérésemet, annak ellenére, hogy alapító okiratot, működési szabályzatot, jegyzőkönyvet, meghívót csatoltam, mondván, hogy nem csatoltam a földhivatali másolatot, amit hiánypótlásként is legalábbis én úgy gondolom, hogy lehetett volna csatolni. Azóta újra benyújtottam a hiánypótlással együtt. Közben persze haladnak az események, mert a képviselő urat nem zavarja, hogy mi néhányan tiltakozunk ez ellen, az átjátszó állomás ellen, amit súlyos tehernek gondolunk, és alkalmatlannak véljük. Hogy a közös képviselőt, ugye? Hogy pontosítsuk. A közös képviselőt nem zavarja. Jó, rosszat mond, mit mond? Nem, jó, csak képviselő urat mondott. Közös képviselőt, jó, csak nem jó. Akarok nevet mondani. Jó, ne is. Mindegy. És a legutolsó affér az éppen ezen a héten volt, kedden hívott össze szerdára egy közgyűlést, tehát kedden bedobta, szerdán pedig tegnap volt egy gyűlés, ahol szintén eléggé tragikus hangulat alakult ki. És az lenne a kérdésem, hogy tehát, hogy mi a lehetősége a város lakójának, hogyha ilyen atrocitás történik vele, ez az egyik. A másik pedig, hogy ki ellenőrzi a közös képviselőket, hogyha elutasítják a panasztevő polgárt. Köszönöm szépen. Kellene döntést hoznia. Most a közgyűlés döntésével szemben viszont, tehát nekünk erre nem fog kiterjedni a törvényességi felügyeleti jogkörünk, hogy ebben az ügyben eljárjunk, tehát a közgyűlési döntés ellen pedig, hogyha azzal a kisebbség nem ért egyet, akkor a bírósághoz fordulhatnak. Egyébként pedig törvényességi felügyeleti jogkörünket, ezt egy kormányrendelet határozza meg, mi csak azokban a kérdéskörökben tudunk eljárni. De ebben a kérdésben nevezetesen az, hogy egy átjátszó állomást legyen-e ott a házon, abban a kérdésben magának a közgyűlésnek kell dönteni, és hogyha nem értenek egyet vele, akkor bírósághoz tudnak fordulni, mármint a kisebbség. Köszönöm. Én közben itt észleltem, hogy a Smetana utca 72-ből van még egy személy, aki jelentkezett ugyanebbe a témába. Mert akkor elnézést kérek, a sorrendiséget annyiban változtatom, akkor megadom önnek a szót, hogy essünk túl rajta, akkor a Smetana utca 72 problémáján. Jó, tessék. Köszöntöm a megjelenteket, és én is az előző felszólalóra szeretnék egy pár gondolatot fűzni, mégpedig azt, hogy mi, amikor ezzel szembesültünk, hogy mi fog történni, akkor igazándiból el sem tudtuk hinni, hogy egy ilyen kis lakópark, mint a miénk, és 2 emeletes épületek vannak, tehát nem 7-8 meg 10, és egy kis lakóparknak nevezendő ez a Vacsi közé térség, akkor megdömbelve gondoltuk, hogy lehet, hogy ebből nem fog semmi kisülni, és akkor harcoltunk ellene, mert szerintünk ezek a házak annak idején a DUTÉP építésekor nem erre lettek kitalálva, hogy itt ilyen monstrumot alakítsanak le, nem beszélve arról, hogy mindenkinek megvan a saját maga padlás része. Tehát, hogyha fölajánljuk ezt, vagy kiadjuk, vagy eladjuk, vagy nem tudom, minek nevezendő, akkor ugye mi le kell pakolni, el kell takarítani. Más dolog pedig, hogyha egy ilyen nagy valami épül a házunk tetejére, nem tudom, hogy itt önök közül ki szeretne úgy élni, hogy fölötte mennek a sugarak, és akkor jönnek az emberek, azt a műszert javítani kell, az elromlik, ami elromlik, azt javítani kell, hát nem tudom. De a lényeg az, hogy mi
fordultunk a Pekári úrhoz is, telefonon el lettünk utasítva, a segítséget nem nyújtva, úgyhogy én, tehát el vagyunk keseredve, mert úgy látjuk, hogy nincs mellettünk senki. A másik pedig, amikor beadtuk a jogi osztályra az összes papírt, amikor Ildikó mondott, ott meg szeretném jegyezni, hogy a közös képviselőnek a tavalyi elszámolása, ami mondhatni, hogy 5 sorból áll, hogy az megfelelő-e. Nincs rajta, hogy ki mennyivel tartozik, mennyi a hátralék. Tehát én nem vagyok a számok embere, de én ezt igazándiból nem megfelelő elszámolásnak tartom, hogy valamit odabökünk, és nem tudom azt, hogy az XY, vagy nem nevesítek, tartozik-e, mennyi tartozás van, mennyi a kintlévőség, és most ez, amit fölajánlott a Digi, ez az 1.200.000 forint évente a háznak, ettől most mindenki el van ájulva, mert ez van nekünk bemesélve, hogy ebből mindent meg lehet csináltatni. Kérdezem én, ha valaki egy fürdőszobát szeretne felújítatni, az már 1 millió forint, akkor 24 lakásos társasház felújítására, vagy a cserékre, tetőcsere, vagy mindegy, miről beszélünk, az 1.200.000 forintért a mester csak egyszer kijön megnézni, hogy mit kell csinálni, másodszor kihoz 2 embert, harmadszor meg kihozza a létrát. És ezért vagyunk, hát igen, és úgy érezzük, hogy nincs mellettünk senki, és harcolunk, és nincsenek nyugodt éjszakáink, és mi, mint aki idősebb vagyok, meg vagyunk egy páron, nem sokan, az szinte ilyen bohócokat csinálnak belőlünk, mert hogy mi nem vagyunk, hanem nem ismerjük a technikát, mi nem tudjuk, az egy beszélytelen, és hogy igazán, mondom itt, hogy meg vagyunk alázva. Köszönöm. Azért érdekérvényesítő képességük van, hiszen itt vannak a közmeghallgatáson, de nem tudok mást mondani. Teljesen egyetértek a képviselő úrral, ő ebben nem tud mit csinálni. A társasházak belső vitáiba se az önkormányzat, se annak képviselője, se a polgármester hivatal nem tud beavatkozni. Ha jogszerűen hozott a társasház egy döntést, az a bíróságon a kisebbség, hogyha a jogos érdekét sérti, megtámadhatja. Mi nem vehetjük el a bíróság szerepét, nem, ez egy másik hatalmi ág. Tehát nem tudunk ebben, mint önkormányzat segíteni, a képviselő úr meg végképp nem tud. Nem is értem, hogy mit várnak tőle, hogy menjen oda is. Szerelje le az antennát, vagy a közös képviselőnek mondja meg, hogy nem jól csinálja. Hát önök is megmondták neki, azt mégis ugyanezt csinálja. Tehát ezt kérem, lássák be, hogy se a képviselő úr, se mi ebbe az ügyben nem tudunk, nincsen hatáskörünk. Bíróság tudja. Ha bűncselekmény gyanúja merül föl itt az elszámolásokkal kapcsolatosan, nem akarom ezt prejudikálni, de ha ez merül föl, akkor meg feljelentést kell tenni, és akkor majd a nyomozóhatóság kideríti. Én sem tudom, hogy az az elszámolás, amit ön kapott, az jó vagy nem jó, de még ha megmutatná nekem, akkor se tudnám, mert én éppen úgy nem értek hozzá. Következő dr. Szentkirályi László. Tisztelt Közgyűlés! Kodály Intézet igazgatója Nemes László úr évek óta járja a világot, és ugye a Kodály szellemiséget, örökséget közvetíti, reprezentálja a várost, és az intézetnek a fejlődése ugye egy irányvonalú, hogy a nagy érdeklődése tekintettel közismert, hogy egy nagy beruházás fog történni. Tehát országvilág előtt ez az intézet nagy reputációja van, nagy az érdeklődés. Igazgató úr és művész társai, zenész társai 3 éve letettek egy szakmai anyagot az önkormányzat asztalára. Önök 3 év alatt nem méltották arra ezeket a nevezetes személyeket, szakembereket, művészeket, hogy leüljenek velük szóba egyeztetni a város jövőbeni terveiről. Én megmondom őszintén, ezt most már kb. 6-szor vetem fel, aminek az a lényeg, hogy kérem, hogy üljenek le tárgyalni. Én többször nem fogom mondani, mert ez annyira alpári magatartás és annyira közönséges, amit az önkormányzat e tekintetben idáig kifejezett, hogy minősíthetetlen. Tehát én ebből többet nem fogok beszélni. Vessék latba, hogy is állnak önök e tekintetben, mérlegeljenek. A másik, amit akarok mondani, hogy a Liberté Kávéház és a Volt Sigma üzlet területe évek óta gazdátlan. Parlagon van, önkormányzati tulajdon. Most ez is felveti azt, hogy milyen gazdák önök a saját tulajdonokat illetően. Nem igaz, hogy nem lehet valakivel megegyezni, akár kereskedelmi célú megegyezést, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az önkormányzat saját tevékenységi körébe hasznosítsa.
Hát ennél nagyobb bűn nincs, mint az, hogy ott rohadt, pusztul ez a két érték többek közt. Ebbe is olyan tehetetlenek évek óta, hogy ez példátlan. Itt van a főtéren a Liberté, ordít az ürességtől. Szégyelni való. Ennyi. El lehet ezen is gondolkozni. Köszönöm. Jó, köszönjük. 15 napon belül az érdemi felvetésre választ adunk. A Liberté bérlésre sokszor meghirdettük. Rövid időre akadtak bérlők, főleg a nyári időszakra. A nemzeti vagyonról szóló jogszabályok eléggé megkötik a kezünket, hogy milyen bérleti díjat tudunk kalkulálni, és így nagyon nehéz az értékesítése. Tehát sajnos nincsen ebben teljesen szabad kezünk, de most is egy olyan konstrukcióval dolgozunk, ahogy megpróbáljuk valamilyen formában hasznosítani. Én úgy tudom, hogy a Sigma, úgynevezett régi Sigma áruházzal kapcsolatosan is, itt a Kickfor Kft. Üzletője el tudja mondani, de én is talán össze tudom foglalni, hogy úgy tűnik, hogy a nyártól lesz egy bérlője, lesz egy programot, és utána is vannak érdeklődők rá. Bólint a ügyvezető igazgató úr, de 15 napon belül erre is írásban választ fogunk adni. Következő jelentkező Kis Károlyné. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Az előző két meghallgatással kapcsolatban szeretném kérdezni, mi a Sosztakovics utcai társasház igen közel van a Szmetana utcához. Van-e jogunk ahhoz, hogy beleszóljunk abba, hogy ez a 120 kW-os digikábel hálózat kiépüljön, vagy elküldenek bennünket valahová, ugyanis nagyon sok ott az olyan súlyos beteg. Nem akarom mondani azt, hogy többek között hozzájuk tartozom én is, akinek az elektromos mágneses sugárzás igazán nem használ. Természetesen, hogyha önök nem tulajdonosok ott, akkor mint tulajdonos jogán nem tudnak észrevételt tenni. Viszont, hogyha ez valóban egészségkárosító hatása van, én ezt nem tudom eldönteni, akkor természetesen akár az ombudsmanhoz, akár más jogi úton megpróbálhatnak ezzel szemben fellépni. Én azt tanácsolom a társasháznak, hogy ügyvédhez forduljanak, mert ennek a részleteit én nem ismerem. Igen. És úgy gondolom. Én a jegyzőasszonynak írtam levelet ezzel kapcsolatban, mielőtt idejöttem, akkor kaptam meg a levelet, még nem tudtam teljes mértékben áttanulmányozni. Az van benne, hogy forduljunk a bírósághoz. Na most a társasház, a 60 lakásos társasház nevébe vagyok itt, mert fölkértek, mert föl vannak háborodva, hogy ilyen lehet. Pont telibe fognak találni bennünket azzal a 6 méter magasságig kinyúló vezeték, vagy nem tudom, minek nevezzem. És hálózatnak, és én utána néztem, például Nyíregyházán volt egy ilyen, a lakóközösség nem írta alá a jegyzőkönyvet, ennek ellenére a Digi kiépítette, hogy most milyen stádiumban van. Ha valóban ilyen ez a helyzet, akkor forduljanak a bírósághoz. De én azt tanácsolom, hogy előtte egy ügyvédet keressenek meg, és tőle teljes körű tájékoztatást kérjenek, hogy milyen esélyekkel tudnak, miket kell összeszedniük, milyen adatokat. Tehát nem akarok segít egy bizonytalan perbe belehajtani, úgyhogy ezért javaslom, hogy egy ügyvédet keressenek meg. Igen, de szerintem egy sugárbiológiai intézetnek a véleménye sem ártana az előző háznak, akihez fölépítik ezt a vezetéket, mert a padlástérben akkora hő fog keletkezni, és akkora zaj, mint ahogy erről már volt, van, tehát példa van rá, utána néztem az interneten, és ez bizony nagyon-nagyon, ha bármi ott kiüt, esetleg tűz, az alatta lévő lakó, az nem fog tudni aludni, az olyan szörnyű betegségeket fog kapni, hogy ráktól kezdve idegbetegség, idegrángás, meg ilyen dolgok, ezt orvosnál néztem utána. Minden bizonyan igaza lehet, de e körben sem rendelkezünk szakértelemmel. És köszönöm. És a bíróság? A bíróság majd szakértőt fog kirendelni, de ez megint egy olyan polgárjogi ügy, amiben az önkormányzat nem tud beavatkozni egyik fél oldalán sem. Na jó, köszönöm szépen és elnézést. Nagyon szívesen, semmi baj. Vitéz Kenyeres Dénes. Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt jelzőasszony, tisztelt
Képviselő hölgyek és urak, tisztelt jelenlévők! Én a Dobó körúton lakom, és két témával szeretnék röviden foglalkozni. Egyik, a Domus áruház előtti, volt Domus áruház előtti parkban van egy szökőkút, ami tavaly se üzemelt, és az idén se üzemel. Kérdezem, hogy mikor fog ez üzemelni, mert ugye nehezebb volt fölépíteni, mint beüzemelni. Azt nem akarom mondani, hogy milyen áldatlan állapot, a büdös víz, poshat víz van benne, sok hát a külföldiek ott járnak, hát ez a városok egyik főtere. A másik a Dobókörút. Egyik részét 2010-12 körül felújították, de a másik részével szintén az abban maradt. Mondom, elfogyott a pénz, de hát azóta már azért több éve eltelt, hogy szerintem be kellene tervezni a gazdálkodásba, és felújítani a másik részét is. Mert úgy éreztük, hogy akkor talán a kávéház miatt lett felújítva, de a kávéház már nem üzemel, és ugye ezek szerint már nem volt lényeges a Dobókörútnak a többi részét megcsinálni. Javasolnám az ottani képviselő úrnak, hogy aki ennek a körzetnek a gazdája, hogy erre a két témára kiemelt figyelmet fordítson. Mert én nem tudok belenyugodni, ugye ez a város sokkal szebb, mint gondoljuk. Én minden napot járok el előtte. A képviselő úrnak nem bántja a szemét. Az enyém bántja, és érzékenyen reagálok rá. Újságcikk jelent meg róla már. Én is tavaly azt írták, hogy be fogják üzemelni a szökőkútat, nem történt meg. Köszönöm szépen. Megvárjuk a szignált. Természetesen 15 napon belül választ fogunk adni az ön által felvetett kérdésekre. Annyit azért már most szeretnék elmondani, hogy a mai közgyűlésen költségvetés módosítást tárgyaltuk, milliárdos nagyságrendben fejlesztésekről döntöttünk, tehát nagyon sok minden fejlesztendő terület van a városban, ami mindenkinek bántja a szemét, és olyanok is, ahol nem csak a szépség fontos, hanem mondjuk a közlekedés gördülékenyebb tétele, tehát a különböző reggeli és délutáni dugók megszüntetése, és sokak szerint meg az előrébb való. Én ebben nem akarok most itt dönteni, csak annyit szeretnék mondani, hogy azért nem arról van szó, hogy kinek bántja a szemét, kinek nem bántja. Nagyon sok a feladat, és megpróbáljuk valahogy ütemezni. De hogy erre mikor kerül egy sor, erre 15 napon belül választ fogunk adni. Következő Kis Tiborné, Kőhíd utca. Napot kívánok, üdvözlöm a közgyűlés résztvevőit. Én 2017. november 22-én voltam itt a Kőhíd utcának a parkolásával kapcsolatosan. Hát röhelyes, ami történt, ne haragudjon. Kiraktak egy 30 kilométeres táblát, beállnak a nagy kamionok. Máma például nem értem, hogy ott van ez a klímás, és kitesz bábukat ötöt az utcának a beálló részére, tehát a parkoló részre, és egyszer megjelenik egy óriási nagy kamion, és állnak a kocsisorok. De azt a múltkor is mondtam, hogy a Petőfi városból, a Hunyadiból hozzák a gyerekeket az óvodába és az iskolába. Ez egy frekventált óvoda és iskola hosszú utcai, és ott reggel elmenni nem lehet. Na most én a Kőhíd utca felől ugye lakom, ott is van a lakásom, meg a kocsi beállom, és szembe bérházak vannak. Múltkor rám szól az egyik hölgy, hogy nem tud a kocsijával kiállni, álljak el a kapumból. Hát szóval egyszerűen nem lehet ezt megérteni, hogy ilyen halszákásra kellett volna kialakítani, mint az Alföldi előtt, és csak az egyik részét. Ezek itt földszintes lakások voltak, az, hogy beépítették egy pártársas házzal. És lógnak ki a kocsik. A múltkor szóltam a parkoló őrösnek, mert az előzőek, akik ott voltak, azok kitették a büntetést, hogy kilógnak a kocsik, és nem tudunk elmenni. Erre most jöttem valamelyik nap két parkolódíjas, és szólok neki, őt ezt nem érdekli.
Hát álljunk már le azért, egy városvezetőség ezt 2017. november 22-e óta nem tudja megoldani. Egy az, hogy egy szűk utca. Nem tették ki a bicikli táblát, hogy ne hajtsanak be, ne hajtsanak ki. Ott állunk, mint a hülye gyerek. Egyszerűen, mert a biciklis megy előttünk, és akkor le kell parkolni a hátunk mögött meg vagy 30 kocsi. És ez minden áldott nap így van. És mondom, hogy a bírházból, ami utólag épült oda, ott egyszerűen képtelenség neki kifordulni, ha mi megállunk abba a sávba. Most, ha viszont a másik sáv nem lenne parkolós, csak az egyik, akkor ugye ez könnyedén menne. Máma is mondom, beáll, ezt föl is írtam a rendszámát a nagy kamionnak, szóval undorító. Akkor a kamionok jönnek be, és nem beszélve arról, hogy sokszor a mentők ugye ezen a szűk utcában rohannak ki oda a szallakász fele, és mennek el. Most november, január 8-án Nemcsik Mátyás urat a képviselő úrunk, ugye én neki szóltam is, megjelent a Kassa Gábor úr, egy rendőr, meg ő, és még mit tudom én ki volt ott, de hát érdemtelen az egész. Egyszerűen akkor úgy volt, hogy írok a Petőfi Népe szerkesztőségnek, vagy beadom majd beadványokat, de most meg is a Mészáros Lőrincnek a tulajdona, ott is már azt írják meg, amit ők akarnak. Szóval egyszerűen felháborító. Szóval ne haragudjanak, de az, hogy érdemben, én valamikor itt dolgoztam, innen átkerültem az adóhivatalhoz, de azért nem voltak ilyenek, ha valamit felszólaltak vagy bejöttek, mindenki intézett mindent. Ezt a múltkor is mondtam, hogy a mérnök irodán, és nem olyanok ültek, akik, ja, jó van, meghallgattuk, azt nem érdekel. Tehát érdemben, de az, hogy november 22-e óta nincs egy érdemben, egy lépés abba, hogy ez a szűk utcába egyszerűen, nem beszélve, hogy a múltkor mondtam, hogy a kocsimat összetörték, bevitték a kertbe, a fernie mindene két hónapon keresztül, mire a biztosító ott is intézkedett. Hát szóval egyszerűen fölháborító. Az mindenki szól, hogy intézkedjünk. Én mondtam a múltkor, hogy jöjjenek be, azt ők is szólaljanak föl, mert ez nem állapot, hogy ebbe csak mindig én lépek. Jó, mert te itt dolgoztál, az egy dolog. Na de hát teli van új emberekkel már. Csak éppen süket fülekre talál. Úgyhogy ezért nagyon szépen kérem, hogy ezt nézzék meg még egyszer, mindenki nevet rajta, hogy egy régi ház előtt egy kertbe ki van téve, hogy 30-as sebességgel lehet közlekedni. Egy se tartva be. A másik meg az, hogy a kocsiknak az oldalai mind kilógnak. Tehát az ember vigyáz, tükröket letörnek sorba, úgyhogy nem győzik az emberek a kocsik tükreit venni, ami nem egy forint. Azért szépen kérjük, hogy valamit intézkedjenek, mert a november 22-e óta ez nulla, lassan már egy éves lesz. Úgyhogy nagyon szépen kérjük, hogy legyenek kedvesek. Ebbe érdembe lépni, hogy csak az egyik oldalon, mert azt mondják, hogy akkor a város parkoló díja kevesebb lesz. Így is, mikor kiteszik a klímások, a bábukat, és oda nem állhat senki, akkor már az 5-6 kocsival is kevesebb. Akkor miről beszélünk? Egy a másik, meg az, hogy nem. Ugyan annyi kocsi elfér, ha slégne megvan óta. Nem mondják azt, hogy a városnak nincs pénze arra, hogy a közúttal ezt megcsináltatja, és csak az egy oldalát jelezi, mint ahogy itt az Alföldi beszembe. Az Alföldivel szemben is úgy van, halszálkásan kialakítva, és rengeteg kocsi elfér. Ugye ezek régi házakhoz épültek, ezek az utcák, nem pedig az új kis társasházakhoz. Még akkor nem is volt ilyen, mikor a Szécsi itt lakott. Mert ugye a Szécsi Gábor az lakott ott a hídnál. Úgyhogy nagyon nagy kérésünk van ezzel kapcsolatosan, ez a 30-as tábla, ez nevetséges. Egy az, hogy be se tartva, másik meg jönnek ma nagy kamionok. Egy szűk utcába. Úgyhogy... köszönöm szépen, de akkor egy érdembelit szeretnénk kérni, hogy ne ez legyen, hogy most kiteszek egy táblát, mindenki nevet rajta. Köszönjük. Én köszönöm a kedvességüket, és akkor elvárjuk, hogy érdembeli legyen. Mentik urat, hogy szeretnénk bármilyen. Én a kollégáimat kérdezem, hogy ez bizottság előtt ez az ügy nem volt? És ott a bizottság milyen döntést hozott? Emlékeztek rá, mert sebességkorlátozásról döntött. Jó, akkor megvizsgáljuk, és 15 napon belül választ fogunk adni. Következő, Nagy József, Kisdobos utca. Üdvözlöm Önöket, képviselő urak, hölgyek! Határmárjához szeretnék a törvényesség őréhez szólni. Szociális törvény. Alkotmánybírósági határozat, szociális karta, nem kell betartani semmit. Magyar állam a szociális ügyekbe el a szőnyeg alá söpri minden rendeletet. 2000-ben született alkotmánybírósági határozat kimondja, lakhatási jog nincs.
A szociális törvény a megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza. 18 éve mulasztásos alkotmánysértésben van a képviselőtestület. Az ország. Pontosan mire gondol, mert így nem tudjuk, hogy... Kormányzati hatóság. 2000-ben fordult az országgyűlési jogok biztosa az alkotmánybírósághoz. Szociális ügyekben 15 éve létező nyugdíjminimum alapján jogsértően számolnak és így viselkednek. Miért? Vonja a határmárja, vonassa le a micsoda talajterhelési díjat, vajon a Mercedesnek ott van a több ezer köbméteres szennyvíztárolója nyitott, vajon az lehet? És az emberektől, a dolgozóktól, a kis emberektől, akinek elszabotálták egy pillanat. Ismerem az öreg. Elszabotálták a csatornát, mert úgy pályáztak, hogy minden házba beviszik. Minden házba. A nyugdíjminimumot nem 13-15 éve szintén nem módosították, a szociális törvény alapja. Hazugságra jogállamot nem lehet építeni, meg törvénysértés. 200 ezer forintot jól önne visszautalnák. Minél hamarabb, amit maga vonatott le a beosztottjával. Igen, talajterhelési díj, meg a városgazdasági vállalatnak az igazgató személyszállítási díj. Non-profit Kft. Mondja meg, mivel tartozok, ha személyszállítást nem végeztek? Mivel tartozok egy non-profit vállalatnak? Szociális karta, meg kimondja, európai törvény, hogy aki saját erőből figyelnének, elnézést. Azt várjuk, hogy konkrétan elmondja, hogy mi a probléma, nem tudjuk. Azért beszéltem a jegyzőasszonyra, hogy mi a konkrét problémája, mert a nyugdíjat nem mi állapítjuk meg, tehát a nyugdíjminimum... A probléma, hogy a törvényeket nem rendezik. Ezt így általánosságban értem, de konkrétan mi az a jogsértés, amit mi elkövettünk? Személyszállítási díjat vonnak egy elavult micsoda törvény alapján. Igen. Tehát egy törvény alapján egy törvényt végrehajtunk? Ez a probléma? Nem hajtsák végre. Például önök 10 milliárd forintot felvettek csatornázásra. A vállalása az volt, hogy minden házba beviszik. És utána a Horváth Zsolt országgyűlési biztos akkor volt a közgyűlés abban. A legnagyobb micsoda környezetszennyező magyar kecskeméti önkormányzat. Mert a szennyvíz, meg a micsoda csapadékvíz egy csatornába folyik. Ott vannak a csukásereg. Én kérem, hogy írja le ezeket, mert én így nem tudom érteni, hogy... Diszkriminatív. Legyen szíves, írja le a problémáit, és akkor arra tudunk válaszolni, de így nem értjük, hogy... Élőtől vonni csatornadíjat, talajterhelési díjat. Vajon én talajterhelési díjat köteles vagyok fizetni, mert bocsolom a növény. Hát ha a jogszabály így rendelkezik, akkor sajnos köteles. Mindenkire vonatkozik a jogszabály, még önre is. Tehát ebben mi nem tehetünk. A jogszabály, az alkotmánybírósági határozat, az semmi. Nem, az se semmi, de a jogszabályok rendezik az életünket. Kérem, hogy írja le, mert nem értem az pontosan, hogy mi a problémája. Az is semmi. Az Európa Unió törvényeit betartjuk. Alaptörvény, önök hozzák. Milyen? Nem értik. Értik ottan. A törvényeket nem, a magasabb szintű jogszabályokat nem veszik figyelembe, úgy hozzák a rendeleteket és a törvényeket. Itt az a baj. Az. Jó, köszönöm. Nagyon sajnálom, hogy nincs országgyűlési képviselő a teremben. Zombor Gábornak, meg a másik nem... Van fogadóórája, keresse meg, és akkor tud velük is. Ez egy a közgyűlésnek a közeghallgatása. Itt nem szokott országgyűlési képviselő lenni, helyi közügyekről beszélünk. Kérem, keresse meg, és azt kérem, hogy írja le, hogy megpróbáljuk értelmezni, hogy mi a problémája. Ha tudunk benne, akkor segítünk. Ha jogszabályok betartásától nem tudunk eltekinteni. Azért 200 ezer forintot levonnak, mert szegény vagyok. Nem már.
De azt gondolom, hogy ezt mindenki sejti, hogy nem ezért vontak le öntől. Jó, köszönöm szépen. Egy pillanat, még fa gajazás végeznek. És úgy megcsonkítják a fákat némelyik helyen, hogy megyfát körözbe vágta, derékban. Hogy van ez? Egyik ember, mert a fát, a saját fáját levágja, közterületön van, azt megbüntetik, ha jönnek állítólag szakemberek, azok meg derékbe vágják a fát. Na ez viszont most egy konkrét probléma. Ha megjelölni, hogy melyik utcában történt az, ami ön szerint sérelmesen nyesték meg a fákat, akkor ennek utána tudunk nézni. Hagy menjek már közelebb. Itt van ezt a fát, ezt meghagyták. Értem, én itt egy arcot látok, meg egy felső vezetéket. Ebből én nem tudom. Értem, de ne arra, hogy ebből nem tudom megalapítani. Jó. Semmit nem csináltak vele. Az nem veszélyes. A talajterhelési díjat a Mercedes jár meg se kaphatta volna, mert kiadta az környezetvédelmi, az engedélyt a környezetvédelmi, bocsánat. Jó, a környezetvédelmi törvény elírja a gazdálkozó szervezeteknek zárt szennyvíztárolót kell építeni, és gépkocsikkal kell elszállítani. Nem olyan. Jó. Köszönöm. Hagyjon lehetőséget, hogy mások is elmondják. Jó. Köszönöm. Most hol tartottunk? Kisdobos utca? Nagy József. Szénási József, Szolnoki út. Jó napot kívánok, üdvözlöm a részvevőket. Többek között a TIT és környékéről szeretnék csak érdeklődni, hogy a város frekventált helyi levülés elég gaz, meg gyom, meg minden van kívül belül. Bocsánat, nem értettük, hogy minek a környékéről? TIT, Tudománytechnika háza, tehát a volt zsidót, a zsinagóga. Hogyha kicsit körbe lehetne felújítani, vagy valahogy egy kis kertet csinálni, ami ott van, mert csak gyom, meg gaz, meg paré, meg minden van. Ez az egyik. A másik, hogy csak hozzátevés, hogy az idősek otthonába, ugyanúgy, mint a gyerekek, az idősek is eléggé szeretnék a zsíros kenyeret. Tudom, hogy röhelyként hangzik, de ha oda lehetne hatni, hogy akár a platánba, akár a margarétába, akár az őszi rózsába, hogy legalább hetente vagy havonta egyszer-kétszer zsíros kenyeret kaphatnának az öregek. Ez volna a második, a harmadik, meg a veszőparipám, a favágás, hasonlóképpen a Mátyás Király körút és a Szolnoki úton, hogy ma például a mai nap folyamán, hát nem megengedhető módon lecsonkolták a virágzásban lévő hársfákat. Három vagy négy cigány gyerek, állítólag szakemberek, annak idején én egy ágat levágtam, engem rabosítottak. Ezek lecsonkolták az egész utca fáját, és még a város gazdálkodási vezetőjét se fedik meg. Mert végül is gondolom, hogy nem a város gazdálkodási, bocsánat, igen. Tehát valamit ki kellene találni, vagy egyeztetni a város gazdálkodás vezetőjével, vagy valakivel, aki ért hozzá, és úgy vágnák le ezeket a városba levő közterületen lévő fákat. Csak ennyi volt, köszönöm szépen. Jó, köszönöm. 15 napon belül választ fog kapni erre, hogy hogy történt. Következő Puskás Lajosné. Tisztelettel köszöntöm önöket, alpolgármester úr és jegyzőasszony. Én a Kósafaluban a Szent László körúton élők nevében szeretnék szólni. Hát tudjuk mi azt nagyon jól, és el is ismerjük, hogy miért is nőtt meg ilyen hihetetlen módon a Szent László körút forgalma, hiszen az ott létrejött Mercedes gyár, ugye nyilván szükségünk van rá, Kecskemét városának nyilván pozitívuma, és oda kerültek a sorra egymás után az autószalonok is, és több cég is. Na most ez a Szent László körút annak idején nyilvánvaló kisebb forgalomra épült, hiszen nem is volt ilyen nagyon népessége sem a falunak sem. És olyan hihetetlen módon megnövekedett
a Szent László körút útvonalának a forgalma, hogy tulajdonképpen a levegőnk is, hiába rengeteg zöld növénnyel próbáljuk a Kósafalut díszíteni is, pedig ültetgetni, a levegő szennyezettsége, a zaj, és egyébként pedig veszélyes is, hatalmas forgalom, és hatalmas a sebességük is magasabb, mint nyilván ami a megengedett. Na most ezen a területen a másik kérdésem pedig az lenne, hogy ezen a területen éppen azért, hogy mondom, hogy időnként veszélyessé is válik, főleg a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban, oda épült, ott van, oda került a Nagybani piac is, és a Nagybani piac, illetve ott az útkereszteződésben már régóta kiírtunk egy zebrát, mert veszélyes a közlekedés, az átmenő forgalom az egyik oldalról nyilván a másik oldalra. És amikor a 2D-s autóbusznak az útvonala elkészült, hogy hol fog járni a 2D, így kaptunk középen a Szent László körút közepén egy buszmegállót, egy remek elkészült buszmegállót a kifele haladó úton a bal oldalon. Le is van betonozva, viszont a másik oldalon csak egy tábla jelzi a buszmegállót, a kifele jövőt. És sajnos ez a rész lényegesen alacsonyabb szinten van, mint az út, és így, amikor esik az eső, tehát csapadék van, akkor ott bokáig érő víz van. Na most, akik ott várakoznak, illetve leszállnak a buszról, ott mindenki abba a bokáig érő vízbe lép bele. És ezt már többször jelezték felém, illetve a képviselőasszony felé is a lakosok. Na most a legutóbbi alkalommal, amikor kátyúztak az emberek, én oda mentem, és a vezetőjüket megkértem, hogy lehetne most éppen itt egy kátyút hoznak rendbe, feltöltik, lehetne megoldani, hogy egy kicsivel többet tesznek, és egy színbe hozzák ezt a területet is. Na most nekem akkor ezt megígérték, de sajnos ez nem jött létre. És a Szent László körúttal kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, hogy ezek a nagy teherautók, illetve a szalonokhoz közlekedő hatalmas autókat szállító teherjárművek, nek ki van írva a Halasi út iskolánál, a lámpánál, hogy ugye teherautóval behajtani tilos, igen, csak alá külön jelzésben ki van téve, hogy kivéve célforgalom. Hát ez mondjuk ugye már feloldotta ezeknek a járműveknek a behajtását, és hát azért szóltam én most, és ezt szeretnénk kérni, hogy ezen mennyiben lehetne változtatni, ezen a borzasztó tehertételen, amit ott át kell élni az ottani lakóknak. És köszönöm szépen. Köszönöm. A felvetésére 15 napon belül választ fogunk adni. Attól tartok, hogy ott, ahol ez a gazdasági övezet, nem tudom pontos besorolását, tehát nem lakópihenő övezet, onnan kitiltani azokat a teherautókat, melyek az ott működő gazdasági társaságokat kiszolgálják, hát abból sokkal nagyobb botrány lenne, mint abból, hogy ott teherautók elmennek. Sajnos az egész városra jellemző, hogy megnövekedett a forgalom, 20%-kal több gépjármű, nagyobb a gépjármű forgalom, mint 15 évvel ezelőtt a mérések szerint. Ez a fejlődésnek az ára. Tehát tudom, hogy a város fejlődik, akkor vannak jó oldalai, és ennek vannak rossz oldalai is sajnos. És ezek a körutak mentén élők sokkal jobban érzékelik. A körutak azért vannak, hogy a nagyobb forgalmat elvezessék, és ne menjenek be a teherautók a kisebb utakra. A utak felújításával, karbantartásával tudunk ezen a helyzeten javítani. 15 napon belül választ fogunk adni az ön által felvetettekre. Következő Kerekes Józsefné. Köszönöm. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Én Gőzhajó utca 6 szám alatt lakom.
69-ben jöttünk oda lakni. Sajnos már csak egyedül vagyok, mert a férjem tavaly meghalt. Jaj, bocsánat. Aki a kertet is gondozta a ház előtt, de nem is ez, mert ez csak egy egyéni gondbaj. Az Gőszhajó utca 1 és 5-8 közötti járda kőlapokkal van kirakva. Ez a 70-es években történt. Azóta a Digi, a T-Home fölásta ezt a szakaszt, a téglák billegnek, le vannak süllyedve, baleset veszélyet. Autók járnak rajta, például fapermetezés, ami nem ér semmit, 2-3 perc, utána csönd, mert pihennek, a fűnyírógép meg lehet nézni. Egy hete levágták a füvet, hogy milyen munkát végeztek. Várra akasztós nem volt, tehát az a nagy gép az nem tud mindenhova benyúlni. A buszhoz sokan mennek és jönnek. A Nyíri út, a Hamicsemege bevezető Zsák utca 1970-es években készült összetört zúzalékkal, ami olyan hegyes kövek, hogy öröm rajta menni, pláne egy vékonyabb talpú cipővel a hölgyek. A Hamicsemegéhöz ott egy Zsák utca van, a Nyíri út. Hány szám az? Mindegy. Mindegy, biztos, hogy aki járt arra ismeri. Tehát azt az utat egyszer meg kellene már csinálni, meg az Gőszhajó utca 1-4-nél is, mert annak idején, amikor én még küldött voltam, akkoriban az a 90-es években volt, akkor megcsinálták a Gőszhajó utcát az iskola háta mögött be a parkolóig. Azóta meg már hála Istennek lett csinálva parkoló is, elvéve ugye a zöld területből, de kevés. Úgyhogy ezt, mert számtalanszor olvasom a Kecskeméti Lapba, hogy most ott csináljuk az utat, most itt javítjuk az utat. Ezt én nem tudom, hogy itt nem jár senki se. Tessenek kijönni és körülnézni. Plusz a Hamicsemege mellett, úgy hívják, de már lehet, hogy nem az a neve, ha esik az eső, annak van egy földút része a bolt és a Tarmária volt, tehát a Juhar utcai ház mellett, ahol van két ilyen lap, ahol nem lehet elfélni két embernek, hogy kikerülje egymást, mert az eső víz fönt van a ház tövibe. Azért is tiszta penész a háznak az oldala. Na, gyorsan megyek tovább. Tehát a füvet levágták, de minek? A bejáráson érdemes volna megnézni, eldönteni, mikor lesz megcsinálva a Gőszhajó 1-4 és a Zsák utca is. Lehet, hogy valaki jelezte már a fák nyírását. 2010-ben, az már ugye 8 éve, volt, amikor a ház becsomagolása kezdődött, akkor is csak azokat az ágokat, ami akadályozta az állványzatot, azt gyorsan lekapták a ház és a zárványzat, hogy tudják csinálni a becsomagolást. Bocsánat. A játszótér kinek a felügyele alatt van? Amit a Mercedes csinált nagy dirdurral ugye ott, akkoriban még, mikor a polgármester asszony volt, mi küldöttünk. Nincs homok a homokozóba. Hát már, ha tavasz van, gondolom, kellene vinni. A járdán annál több van. Ott van az óvoda, most csinálják ugye a felújítást ott arra, az tiszta. De az iskola... Ez a Széchenyi sétányi óvodáról beszél, jól értem? Bocsánat. Igen, Széchenyi sétányi játszótérről is.
Tehát ott a járdán nagyon sok a homok, ha esik az eső, akkor mink totyogva megyünk a sárba. Mert a homokot a gyerekek kiszórták, és nem a homokozóban van, hanem mellette meg a járdán. Elfújta a szél is többek között. Az iskolások két-három osztály kivonul négy tanárnővel, fociznak ide erre a játszótérre, a járókelők a járdán közlekednek, és az óvoda kerítése mellett vannak a fák, ott a két gyerek vagy öt gyerek a fákat nevezik ki kapunak, és akkor bum, neki az óvoda kerítésének, vagy a járókelőnek. Miért nem tudnak az iskolások átmenni abba a dühöngőbe, ami egyszer meg volt ígérve, hogy szétbontják, de ott fű van, csak ott nem lehetne beszélni a tanároknak, és nem figyelni a gyerekekre, hanem szépen átvezetni, ki akar futballozni, gyertek, mink átmegyünk oda. Nem a homokba, nem a járók előtt ott veszélyeztetni, mert nem mindegy, hogy engemet is eltalál a labda mondjuk, és akkor összetörik a szemüveg. Ki fizeti meg? Senki. Miért nem viszi az iskola a fűves ja, igen, bocsánat, elmondtam. Az 1 és 4, 5-8 közötti kertben ott van egy homokozó, amit még a nagyon régi 70-es években épült játszótért, ugye le kellett bontani 10 éve, nem tudom mikor találták el, hogy veszélyes, de a homokozót ott hagyták. Ott van kutya, ott van macska, van gyerek is. Tehát ez megint egy olyan, vagy el kéne vinni, vagy azok, akik mostanában jöttek oda lakni, mert sajnos borzasztó nagy a fluktuáció, mert ma még az lakik ott, holnap meg már lehet, hogy egy két gyerekes, és azt se tudja, mi újság. A lakásszövetkezet nem világosítja föl őket, a küldöttek szintén nem. Ma is egy fiatal lány engemet egy kissé megregulázott, mert mondtam nekik, ott ülnek a lépcsőn, hogy ne itt cigarettázzanak, ott van kiírva, hogy 5 méterrel odébb. Mink nem csinálunk szemetet, mink ott, hogy egyszerűen, hogy miért én szólok. De ugyanígy van, hogyha szólok a 9-15-nek, hogy ne a mi kukánkba hordják a szemetet, mert két kuka az teljesen más, 56 lakóra, mint 112 a nagy hosszú gőzhajónak. Annak van 4 kukája. Azt mondja nekem a csaj, albérlő, hogy ugyanazt a szemetet, amit ő eldob, ugyanoda viszik, mint amit amoda visznek, vagy idehoz. Mondom, de nem érti meg, hogy fizetni kell érte a háznak. De olyan bumbik, hogy borzalom. Ezen sajnos nem tudunk segíteni. Tudom. Azokat a felvetéseit, amit részben a Kléberzer központhoz kell továbbítani, azt oda fogjuk továbbítani, a pedagógusokra vonatkozókat. Egyébként meg úgy, én azt hittem, hogy már nincs ilyen, hogy gyerekek két fa között kapuval futballoznak, mint régen az én időmben. Én is van, oda jártam. Van, az a kapu. Két. Annak azért örülök, hogy még fociznak a gyerekek, de nyilván úgy kellene focizni, hogy ne zavarják az ott lakókat, hát tehát ebben teljesen igaza van. Arra befele. Igen, ezt meg fogjuk vizsgálni, és 15 napon belül válaszunk adni. Ha van még valami, akkor kérem, mondja el, mert van, még várnak van, többen. Bocsánat. A mai közgyűlést hallgatva, csak a végét, a parkolás botrányos körülményeit hallgattam. A Gőzhajó utcát nem emlegették. A felszólalók jöjjenek erre 16 óra körül, amikor jönnek az iskolába, jönnek az óvodába, meglátják, hogy mi van. Megbüntetik az itt lakót, ott lakót, a ház lakóját, mert hirtelen föl kell neki szaladni a negyedik emeletre, hogy valamit lehozzon, de nem tud megállni, csak két órral föl a nem létező fűbe, mert a fák eltakarják, és nem kapnak ott.
az óvoda iskola gyerekékért, ja igen, ezt elmondom, szemetet. Valamelyik pénteki napon nem vitték el a szemetünket, azt mondták, hogy a kuka nem tudott bejönni, mert ballagás volt a vendéglátónál, és bent beparkoltak az autók. Én mondjuk nem láttam, de a szomszédaim mondták. Úgyhogy így a pénteki szemét hétfőn lett elvéve, körülötte a rengeteg zsákos, amikor a kukások elmentek, azt nem vitték el, ami mellette volt zsákos. Valamikor Gedő Katalin ígérete tett, két fát befutott a borostyán. Valaki ültetett mellé, és azt mondta, hogy leszedeti, mert megfújtja a fát, és tönkre megy. Hát ez volt 2010-ben, tehát 8 év azóta, de már lehet, hogy ő nem is itt dolgozik. A fák nyírása is várat magára, 4 emeletes magas házak, a fák 5-6 emeletnyi magasra nőttek meg. Ennek a következménye idén körülbelül 6 varjúfészek itt bent ebbe a lakott területbe, ami azt jelenti, hogy zavarja a lakókat, és miest eljön az az idő, hogy már nem költenek, legyenek szívesek levágatni a költő helyüket, és addig is megnyírni a fákat, nyíratni a fákat, mert 8 év alatt már borzasztó megnőttek, és egyik fa a másikat nem engedi, hogy jó fele nőjön. Van 2 gyönyörű bodzafa, ami már csak így tud, lassan lefekszik, mert nem kap napot. Tehát a madárfészkeket mindenféleképp meg, kérjük a szelektív kukákat visszahelyezni. Nem tudom, hogy egyszer fölgyújtotta valaki, plusz egy autó is a kárát, és nem hoztak helyette másikat. Ez most teljesen úgy, mert mindenki kéri eltakarítani maga körül a szelektív szigeteket, mert illegális hulladéklerakók alakulnak ki körülötte, odahordják mások. Önök meg kérik, hogy legyen, ha jól értem, akkor kérik, hogy tegyük oda vissza. Szelektív hulladékot, hát a PET palackot belerakják, hát akkor majd én minden lépcsőházba kiírom, holott nem van, nincs semmi küld. Jó, én értem, amit mond, csak nagyon sok helyen az a probléma, és azért és szokták kérni, hogy szüntessük meg ezeket a kukákat, mert mellé rakják az illegális hulladékot. A külterületekről, ahol nincsen szemétszállítás, onnan behozzák, és éjszaka leteszik mellette, és óriási szeméthegy alakul ki. Ezért szokták kérni, hogy szüntessük meg, de akkor, ha jól értem, akkor ön azt kéri, hogy oda tegyünk egy szelektív szigetet. Egyeztetve van a lakótársakkal? Egy párral beszéltem, aki azt mondta, hogy ezt igen, vissza kellene, hát ott az iskola, ott az óvoda, hozzák a PET palackot, ott járnak át a vendéglátósok, minden, azok akár el is dobálják, akár... Jó. Választaluk erre is 15 napon belül. Van-e még valami, mert még többen várakoznak arra, hogy... Amióta a belvároshoz tartozunk, azóta el vagyunk felejtve. Amikor Nemcsik Mátyástól megkaptuk ezt a szórólapot, gyarapítsuk eredményeinket, célkitűzéseinket. Járda nem lett javítva, járdák, utak szükségszerű folyamatos javítása, semmi. Rész önkormányzatunk területén hasznos értékteremlő programok létrehozása. Én a kecskeméti lapokban olvastam azt, hogy mit tudom, az Arany János iskolában volt nyugdíjasoknak ünnepség karácsonykor, meg faosztás. Hát kérem, honnan hozta? A belvárosból? Vagy az a pár ház, ami még innen ő hozzá tartozik, az senki, aki 70 óta itt lakik, itt törekszik meg, és amit tud még az erejéből csinálni, azt próbál. Mert engem nem hívtak meg egyszer sem.
a közbiztonság megerősít. Hát ez az egy, nem tudom, az ő érdeme, hogy ugye van kamera, és már most büntetik az autókat. Zöld felületek fejlesztése. Mivel? Mivel? Egy szál virágot oda nem ültetnek. Ha innen kihoznák a látogatókat, azt hiszem, hogy szépen elájulnának, hogy úgy néz ki, mint a Szegedi úton, ahogy jövünk befele. Lakosság Nyíri út és Széchenyi sétány tengelyét, több generációs park építése. Hol van? Hol van? Ott a posta környéke, az is már, ha nem is 70-ben, 80 körül, vagy 78 körül épült, ott vannak lépcsők, letörve a föllépők. Ugyanakkor az idősek hogy menjenek föl? Négy kézláb mászva, mert nincs egy kapaszkodó karok. Úgyhogy nagyon jó volna megnézni a postát, ott a sok üres hely, volt valamikor talán az MSZP-jé az, ahol ilyen betegek vagy ilyen, nem tudom, ott vannak. A postát nem tudták meg nagyobbítani, mert az zöldségesnek odaadták, szóval egyszerűen már nem szeretünk ott lakni, mert rengeteg az albérlő, rengeteg az új lakó. Van-e még valami, ami közügy, mert... Már nem, majd be fogok menni, mert kerestem a jegyzőasszonyt, és akkor ugye utasítottak a segítsen, hogy milyen osztályra, ami jogi osztályra, és majd oda beviszek egy-két részközgyűlés anyagát, hogy milyen tájékoztatást kapunk, de ez nem ide tartozik, mert ez a Marci Albertnek a hanyagsága. Parancsol? Most nem szóltam semmit, de készültem már szólni, mert szeretném megadni másnak is a persze, szót. Tudom. 15 napon belül válaszunk adni az ön által felvetett kérdésekre, illetve én megkérem a képviselő urat, hogy azt is szedje össze, hogy milyen fejlesztések voltak azon a területen, mert én tudom, hogy voltak. A mostani közgyűlésen is ezzel kapcsolatosan hoztunk döntéseket, tehát ezeket is majd el fogjuk jutatni önhöz. Azt kérem, hogy adja át most már a mikrofont, mert még vannak többen, akik el szeretnék mondani, amiért jöttek. Tudom. Az a helyzet, hogy nem hallgattam ma végig, mert nem voltam otthon, akkor kapcsolódtam be. De nem 33, úgyhogy a következő Marticsek Dénes. Jó napot kívánok! A véleményemet szeretném elmondani a kecskeméti közlekedés aránytalanságáról. Tehát én úgy gondolom, vagy nem úgy gondolom, a számok azt mutatják, hogy a tömegközlekedés rendkívül alacsony számot mutat, a magángépjármű használat pedig rendkívül nagyot. Ennek az elsődleges, vagyis hát az egyik okát azt látom, hogy nincs buszsávunk, ami olyan városokban is van, ahol villamos is közlekedik, még egy 30 ezer szexhárdon is láttam, hogy van buszsáv. Nálunk a dugóban kullog a busz, és amikor beáll a megállóban, ehhez engedik ki a buszon utazókat, csak tehetik, autóra váltanak, ami tovább növeli azt a forgalmat, ami a buszt feltartja a közlekedésben. Rengeteget autózom, 60 ezer kilométert egy évben, azt látom, hogy ha egy városban egy utat felújítanak, kompletten kezelik, gondolnak a tömegközlekedésre, a kerékpározásra és a gyalogosokra. Nálunk úgy látom, hogy csak autós szempontból vannak felújítások. Mondok egy felújítást, ami nemrég volt, ugye régieket nem. Nyíri út, Csabai Géza körút felújítása. Egyáltalán nem gondoltak a kerékpárosokra, továbbra sincs világítása a kerékpárosnak a Csabai Géza körúton, rossz a minőség, kimennek az útra kerékpározni. A Nyíri út, Csabai Géza kereszteződésénél továbbra sincs kerékpáros átvezetés, tehát ez azt jelenti, hogy be van tiltva tulajdonképpen ebben a kerékpáros közlekedés ebben a kereszteződésben, ahol sok más helyen is persze tudjuk, és le van írva már sok dokumentumban, de nem értem, hogyha valamennyire is gondolnánk más dologra is, mint a gépjárműre, akkor ezt miért nem csináljuk meg, főleg egy lámpás kereszteződésben, hogy átvezetjük a kerékpárost.
Persze, tudom, hogy az a döntéshozói álláspont, hogy a kerékpáros tolja át, de a kerékpáros azt gondolja, hogy tolja át az autóját, aki ezt kitalálja. Benne van a műszaki előírásokban, hogy kell ezt kivitelezni, miért nem csináljuk úgy. Úgy látom, az útfejlesztésnél eddig is tapasztalhatták, hogy mindenféle gépjármű szempontú útfejlesztés a gépjármű forgalom növekedését okozza. Egyelőre nem tudom elképzelni, hogy az Izsáki út négy sávosítása milyen következményekkel jár. Én úgy gondolom, hogy még többen költöznek ki, még többen gondolják majd úgy, hogy mostantól autóval járnak, mert ott a négy sáv. És nem tudom, hogy mi lesz, ha ez az autó áradat eléri majd a nagykörutat, és akár tovább is megy, nem tudom. A dugóról mondanék egy dolgot, hogy nem biztos, hogy rossz dolog, egyszerűen alternatívát kell adni hozzá. Nézzék meg a nagyvárosokat, biztosan jártak mindannyian. Nagyon nehezen lehet autóval bejutni a belvárosban, viszont tömegközlekedéssel bejutva az emberek ezrei sétálnak az utcán, mert el tudnak jutni a célponthoz, az üzletek, éttermek virágoznak, tele vannak vásárlóval az utcán, pedig nincs autó, ahol van, ott is szűködik a mozgásteret, a varázsszó, a forgalomcsillapítás. Ezzel szemben Kecskeméten, amit látok, Dobó körúton beraktunk még egy lámpát, hogy akadályozzuk a gyalogos forgalmat. Az eredménye még több autó és még gyorsabb autóforgalom. Nem hiszem, hogy a belvárosban ez lenne a cél. Petőfi Sándor utca, most csak egy-két példát mondok gyorsan. Nem tudom, hogy lehet, hogy pár száz méterre a 0-től 50-es sebességgel lehet száguldozni szabályosan, és a gyalogosoknak négy sávot kell átküzdeni lámpa nélkül. Nagyon sok helyen, településen, sima kétsávos úton is középszigetet raknak, akár meg lehet emelni ezeket a gyalogátkelő helyeket. És most javasolnám azt, hogy a Dobókörútnál ez az egyperces várakozás rengeteg, már a nem is tudom melyik oldalon, az elején például, ami már nagyon régen, a régi lámpánál ugye, rengeteg gyalogos összegyűlik, egy-két ember száguld ugye át előttük, és ott kell várniuk. Nem tudom, miért kell ilyen sokat várni, ezt le kellene csökkenteni a 60 másodpercet legalább 30-ra. Úgy gondolom, hogy a versenyképességet kell a tömegközlekedésnek és a kerékpározásnak létrehozni. A busznak az ideje összemérhetőnek kellene lenni azzal az idővel, amit én autóval megyek A-ból B-be, és a kerékpárosnak is méltányos felületen kellene közlekedni. Ha elképzelnek egy olyan utat, ahol egy gépjárműsáv van, egy buszsáv és egy kerékpársáv, a gépjárműsávban dugó van, akkor az emberek át fognak menni a buszra, vagy a kerékpárra, és így tulajdonképpen egy-egy autó, tehát egy-egy ember, aki átmegy a buszra, ugye tulajdonképpen az egy-egy autó hiányzik a dugóból, egy-egy, amelyik átmegy a kerékpársávra, hiányzik a dugóból, tehát kiegyenlítődnek a viszonyok, nem kell ettől félni. Még mondanék egy-két dolgot, ami a tömegközlekedést növelhetné, hogyha P plusz R parkoló lenne Kecskeméten. Úgy látom, hogy a vasútállomás környékén maradt már csak valamicske hely. El tudtam volna képzelni például a régi buszod a körforgón mellett, például a most lakótelep épül, busz meg tudna fordulni, kiépített megállók vannak, és ha egyszer végre létrejönne kerékpáros közbringa, akkor itt dokkolállomást is lehetett volna ehhez tenni. A másik dolog, ami még nagyon jó lenne, hogy a külső buszmegállóknál kerékpár támaszok létesüljenek. Ez például, mondok rá egy példát, ha én a Hetény egyházán laknék, és azon az úton valahol a buszra föl szeretnék szállni, akkor egy-két kilométernél szeretnék oda bebiciklizni, és ott le tudnám zárni a kerékpáromat, és buszra felszállni, és visszafelé hazamennék. Erre nincsenek lehetőségek, hogy néz ki ez az egész, meg kell nézni a műszaki előírásokban, benne van, tulajdonképpen csak meg kell valósítani, biztosan pályázati pénz is van rá.
közlekedésnél úgy gondolom, hogy olyan szempontban mérik a közlekedést, hogy azt tekintik fejlődésnek, ha mondjuk egy óra alatt 500 helyett 600 gépjármű halad át egy kereszteződésbe. Én úgy gondolom, hogy akkor fejlődünk, ha kevesebb gépjármű, de több ember halad át egy kereszteződésben. Nem értem, hogyha új lakótelepek épülnek, akkor miért nincs járda például. Ez is arra ösztökéli az embereket, hogy csak autóval közlekedjenek. Örülök, hogy létesültek nyitott kerékpársávok és kerékpáros nyomok a biztonság érdekében. Fájlalom, hogy a 16-os 4 milliárdos költségvetésből semmilyen kerékpáros felújítás nem történt, és a direkt az a top pályázat, ami a 6.4.1.15-ös, ami több milliárd forintról szól, és tulajdonképpen a szövegezésben alapvetően a kerékpáros barát fejlesztés, meglévő kerékpárutak és új kerékpáros infrastruktúra létrejöttét szolgálna. Ezek a milliárdok a gépjármű forgalom növelésére lesznek elkötve, például Bemutcai körforgalom, Arbirötöm körforgalom, stb. Ezen kívül nem hiszem, hogy ez nagyon megállná helyet, akár jogilag is, hogy az autózásra költjük a kerékpáros pénzt. Még két apróság, zajszennyezés, tudom, hogy van zajtérkép, meg erről is beszéltek, de hogyha az aranyhomok mellett a motorosok bejönnek és nagy hanggal bejönnek a belvárosba, zavarják a turistákat, stb. Senki nem állítja meg őket. Nincs olyan hatóságunk, aki egy hitelesített hangnyomásmérő eszközzel oda menne és azt mondaná, hogy ezt a gyárművet, gépjárművet kivonjuk a forgalomból. Vonatkozik ez a Tesco környéki dolgokra is, ami péntek-szombat esténként, nem tudom, a városnak mekkora részét zavarja, de nyitott ajtónál vagy ablaknál nagyon nem lehet aludni ilyenkor. A levegőszennyezés ugyancsak a másik, hogy senki nem állítja meg azokat a gépjárműveket, amelyek láthatóan kormot, füstöt eresztenek. Nem tudom, hogy erre is jó lenne, ha valaki néha ellenőrizni és megállítani az ilyen járműveket, belerakná a mérőműszert és a megfelelő intézkedéseket megtenni. Nem biztos, hogy a közlekedési hatóságot bíznám meg ezzel, mert láttam már jó pár honosított új rendszámos autót, amelyből igencsak jön a korom. Megjegyezném, hogy a Városgazdálkodás zöld multikárja is egy igencsak kormot eresztő jármű. Köszönöm szépen. Köszönöm az észrevételeit. A kérdéseire, felvetéseire 15 napon belül választ adunk. Amelyik ránk tartozik, ott természetesen érdemi választ, ami nem ránk tartozik, ott pedig megjelöljük, hogy kihez kell fordulni azokkal a felvetésekkel. Amrus Zoltán úr következik. Alpolgármester úr, hölgyeim és uraim! Ketten is érintették a témát, amiről én akartam beszélni. A nemzetes urak előttem ült meg az ügyvéd úr. Az ő dolga, amit számomra bántó, méghozzá az volt centrumáruház. Eleink a századforduló, meg már előtte beépítették a belvárost üzletekkel. Bölcs eleink szintén lebontották, amikor a gazdaság úgy volt, tehát lebontották a bazársort a Barátok temploma oldalán, kibontották az Aranyás utcán a centrumár, a egyházi evangélikus templomot. Én ezen az oldalon fognám meg, hogy bontsuk le, tehát megfontolásra javaslom a volt centrumáruház lebontását. Tudnélik,
Volt szerencsém a szakmámból kifolyólag fölmérni a Rákóczi út forgalmát egészen a belvárosig, két cégben is vezető voltam, és sajnos olyan döntést kellett hozni, hogy a városközpont elhúzódott. Tehát azt javasolnám, hogy nagy tisztelettel fontolják meg lebontani. A város egyik legpatinásabb épület a református templom, lehessen körbejárni, esetleg fűzzük föl egy Kárpát-medencei vagy egy magyar szakrális turista útvonalra. A következő, amit a nemzetus úr említett, nem akarok megbántani senkit. 15 évvel ezelőtt dr. Szécsi Gábornak mi beadtunk egy komplett garázstervet arra a területre pontosan, és bizton állíthatom, ha akkor zöld utat kapott volna a szövetkezet, akkor nem merült volna föl az, hogy ez a szökőkút kiszáradt volna. Van egy magyar szó, purutya. Az én szótáramban a legcsúnyábbat értem ez alatt, tehát purutja. Kecskeméten egyetlen egy dolog ezt szimbolizálja számomra, aminek én nem tudom az eredetét, de még annó dacumál olyat hallottam, hogy úgy nevezték palimadár. A Deák Ferenc téri emlékeiről beszélek. Az elmúlt évtizedekben komoly műemlékeket, emlékműveket állítottunk föl, úgy, mint a második világháborús emlékmű a Deák Ferenc téren, az országzászló. Ezeknél közadakozás is volt, jelentős közadakozás. Jó magam, keresztanyám és a családom is egyik helyen támogatók voltunk, másik helyen kiemelt támogató. Én javaslom végig gondolni, hogy ezt a főrmedvényt tüntesse el a város. Itt vannak művész emberek, vannak komoly ipari üzemek, akik esetleg olyan műalkotással tudnák meglepni a közösséget, tehát közvetlen a kecskemétieket, ami esetleg kihatna országhatárokon túlra. Két példát mondok, az öreg hölgyet Párizsból, és egy közelebbit Herceg Szánton, a világ legmagasabb Mária, Szűzmáriája. Tehát itt valamit lehet ad abszolútum, egy kecskét oda lehetne, persze bevonva abba a szakembereket, de mindenképpen azt az emlékművet én javaslom, hogy takarítsuk el. Van egy ékszerdoboz a városnak, a Katona József Színház. A legutolsó előadáson mindig hallgatózok, hogy mit mondanak a népek. Két bájos hölgy, egy idősebb, kicsit teltkarcsú volt, a másik fiatal, azt mondták a következőt. Itt van ez a Szent Háromság szobor, körülötte mi nem tudunk bejönni magas sarkuba. Ők magas sarkú cipőre gondoltak. Át kell vennünk a sportcipőt, azért, mert annyira feltöredezett, hogy épp lábbal nem lehet oda bemenni. Nem csak a megyéből, külföldről, Budapestről járnak ide emberek, nem viszik így a jó hírünket el. És nem kifejezetten a szekérhajtóra gondolok, mert ugye az egy dolog, hogy ott lehet szekérrel fölmenni. Nagyon helyesen foglalkoznak a facserékkel. Tudjuk, hogy leöregsznek a fáink. Nem kell nagyon messzire menni. A bikajárásomban két pontot tudok megemlíteni, hogy a lecserélendő fák helyén már ott vannak az új csemeték, nagyon szép belomba jöttek, az egyik a Dózsa György út, a másik, és ott már elkezdenek elcsenevénesedni, mert nem szedik le az öreg fákat. És hogy ne menjünk nagyon messzire a városháza, meg a nagy templom között, ott már olyat látok, hogy a lombkorona nem tud kialakulni fény és oxigén hiány miatt.
És a hatodik téma, amiben nem szóltam volna. Színházba mentem a családommal, az unokáimmal, feleségemmel, a volt Városmozi épületébe, szombaton volt. Én viccből, mikor kijött egy pali, azt mondta, hogy húzódik az előadás kezdete. Ott voltak helyes hölgyek körülöttem, és jópofiztam, csúszik biztos. Mit ad Isten? Fél óra után azt mondták, mindazonáltal én láttam a résen keresztül, hogy bizony szedték fel a vizet, behullott. Tehát én úgy gondolom, hogy egy vizsgálatot nagyon is megérne az, mert az, hogy valaki szakmát tanul, végzi a szakmáját, ez nem politikai kérdés, nem hitkérdés, nem ivari kérdés, hanem tisztes munkát végezzen. A Rákóczi útnak úgy el lett szúrva a szintezése, hogy kettesbe kellett kapcsolni, hogy el tudjunk jönni. Ugyanakkor megjavaslom, hogy a városi mozi felújításánál egy vizsgálatot kezdeményezzenek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Itt csak a legutolsó felvetése beázott, vagy csőtörés volt a beázott. Jó, ki fogjuk vizsgálni, és 15 napon belül választ fogunk adni. Több jelentkező nem volt, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, különösen a munkatársaimnak, hogy közmeghallgatáson figyelemmel kísérték a panaszokat, és 15 napon belül a válaszokat elkészítjük és postázni fogjuk. Köszönöm.